Fehér autóból figyeli két fiatal a szavazókörbe érkezőket. Néhány utcával odébb egy szürkéből azokat videózzák, akik a hármas számú választókerület tanyavilágába vezető úton autóznak. Úgy tudjuk, azt figyelik, szállít-e valaki szervezetten szavazókat. Ez pedig a hármas számú szavazókör. Az egyik parlamenten kívüli párt pont a szavazóhelyiség előtt kezdett gulyást főzni, és a molinóikat is kifeszítették, azt állítva tüntetnek. A helyi választási bizottság már október 10-én határozatot hozott arról, hogy a tüntetés a szavazás napján jogellenes, és ezt ma újra megerősítették. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy emiatt újra meg kell leismételni a fordulót. Két hete nincs nyugalmunk. Az általunk megkérdezett szavazók azt mondták, jó lenne, ha már eldőlne, ki lesz az önkormányzati képviselőjük, mert elegük van a hetek óta tartó kampányból. Jöttek hozzánk barátaink, azokat kísérték, levideózták meg. Ilyenek voltak, igen, ez volt a legzavaróbb. Terhes volt azért, mert hát úgy vértük már az első alkalommal, hogy nem lesz ebből ilyen nagy ügy, és arra számítottunk, hogy eldől, de aztán valahogy túldimenzionálták. A bajai hármas számú választókerületben azért kellett időközi választást kiírni, mert az előző képviselő meghalt. Két héttel ezelőtt azonban szintén kampánycsend sértés történt, ezért az akkori eredményt a bíróság megsemmisítette, és új szavazást rendelt el.